Sikeresen pályázott a családbarát helytanúsító V1 bronzfokozatára 2020-ban a Hungaroszpa ZRT. A minősítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma adja ki azoknak a szolgáltatóknak, ahol kiemelt szerepet játszik a családbarátság, a családközpontúság is, akik hitelesen igazolják családbarát működésüket. A családbarátság az az irányultság egy szervezet működésében, mellyel az adott szervezet a családot a maga számára is értéknek tekinti, és a családok szempontjait működése során érvényes. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint a családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését. A Hungaroszpa ZRT elnyerte a családbarát szolgáltató címet. Mit is jelent ez pontosan? Milyen feltételekkel kapta ezt a címet? Alapvetően ez egy pályázati rendszer volt, a Családbarát Ország pályázati körön belül, ez a magyar kormány által indított lehetőség. Ez azt jelentette, hogy ki kellett tölteni egy feltételekkel bíró kérdőívet, magyarul nyilatkozni kellett arról, hogy ebbe a kategóriában a mi társaságunk mit valósított már meg. A bronzfokozat elnyerése az első lépés, mely után a szolgáltató pályázhat a családbarát munkahely címre, majd pedig az ezüstfokozatú, legvégül pedig az aranyfokozatú minősítésre. Ez úgy van, hogy maga a rendszer felépítése első körben, tehát ebben az évben el lehetett érni ezt a bronzfokozatot, majd lehet pályázni egy év múlva az ezüst, és újabb egy év múlva az aranyfokozatra. Ahhoz, hogy az ezüst fokozatot is elnyerje a társaságunk, ahhoz a családbarát munkahely címet is meg kell előtte szerezni, tehát nekünk ez a következő lépés ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. Mi szükséges ahhoz, hogy ezt el tudják érni? Ehhez olyan feltételek biztosítása szükséges, csak így példa erejű szinten mondom, hogy a belépő rendszernél a babakocsival vagy a kerekesszékkel rendelkezők is be tudjanak lépni. Fontos, hogy legyen a kismamáknak olyan feltétel a babákkal együtt, hogy baba pelenkázó, szoptató helyiség, legyenek a gyerekeknek, családoknak animáció, programok, tehát egy ilyen széles körben, akár a higis blokkok, amit a gyerekek használhatnak, tehát elég széles körben szól ez arról, hogy a családokat, mondjuk így, hogy 0-tól 99 éves korig hogyan tudjuk kiszolgálni. Ezt a címet korábban is el lehetett nyerni, vagy a Hungaroszpa most állt készen arra, hogy erre a pályázatra benyújtsa az anyagait? Ez egy új pályázati lehetőség, tehát mi azonnyomban kaptunk erről információt, ahogy megjelent maga ez a pályázat, tehát ez nem egy régi, 2019-ben indították, nyilván itt elhúzódtak az idők, tehát nekünk is a jelenlegi helyzet, vagy ez az év hozta, hogy egy kicsit később kerültünk be a körbe, de jelenleg ezzel a bronz címmel rendelkezik mindenki, aki az elmúlt időszakban pályázott. Hogyan fogadták a dolgozók, esetleg a vendégek, hogy sikerült a Hungaroszpának ezt a bronzfokozatot elnyernie? Alapvetően nem túl régen került ki a honlapunkra, hogy ezt a pályázatot mi megnyertük, és kaptunk egy ilyen családbarát szolgáltatóhely bronzfokozatot, illetve most van folyamatban, hogy megkapjuk azokat a matricákat, amelyeket ki fogunk helyezni a bejárati pontokhoz, tehát alapvetően friss még ez az élmény mindenkinek. Thank you.